Nagyon-nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim! Hát mostanában egy picikét sunnyogósra vettem a figurát, egészen pontosan ugye, hát lassan-lassan egy, nem is tudom, talán egy hónapja ki lett rakva egy donét gól, úgymond, és az nem másról szólt, mint hogy a Nvidia GTX 9, nem, 9, igen, jól mondom, 970-es kártyát szerettem volna ugye lecserélni 1070-esre, és hát mit ad Isten, csodálatos dolog történt, hál' Istennek tudtam úgy ügyeskedni, okoskodni a dolgokkal kapcsolatban, itt a videókártyával kapcsolatosan, hogy sikerült lecserélni, viszont nem 1070-esre, hanem 2070-esre, úgyhogy hát így finoman fogalmazva dobtam egy szaltót. Skacok, ez a videó azért készül, hogy iszonyat módon nagyon nagy köszönetet mondjak mindenkinek, mert hogy azért ez egy akkora előrelépés, hogy ami igazából, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni egy köszönet nélkül, meg pláne. Skacok, egy a lényeg, hogy nélkületek ez biztosan nem jött volna össze, úgyhogy hát életem egyik, ha nem a legszebb napja, vagyis ha nem a legjobb, inkább azt mondom, hogy jobb, mint hogy szép, mert valami lehet szép, de az nem biztos, hogy jó is, és ez a nap jó, úgyhogy abba pedig beletartozik az is, hogy szép is, nálam legalábbis. Kacok! Hát ugye index képen lehetett látni gyönyörű szépen, hogy milyen kártya volt rajta, MSI Armor GTX, RTX, bocsánat, 2070-es. Hát most nem fogom idehozni, mivel iszonyat módon minőségi tartalmat szeretnék ezzel a videóval a csatornára feljuttatni, úgyhogy ez természetesen így ennek köszönhetően vágatlanul fog felmenni. Ez egyébként egy nagyon-nagyon improvizáltam egy egészen érdekes dolgot közben. Annyira gondolkodok, tehát azért ilyenkor rajtam is ott van a lámpanáz, holott az esetek nagy részében nem szokott ott lenni. Kicsikét nekem is szoknom kell ezt a dolgot, hogy ne magamat nézzem. Próbáltam azt is beállítani, hogy telefonnal veszem, és fene vigyel, a nyakamat nem az új szerelmem szívta ki, a gyönyörűséges, akivel az indexképen is ott voltam, aki nem látta. Hamarosan lesz egy élőadás egyébként, természetesen, hát hol máshol, tehát élesbe derül ki igazán, viszont, skacok, egy dolgot elárulhatok, most kicsikét össze-vissza kalandozok, tudom, de fel vagyok tüzelve most iszonyat módon, úgyhogy mikor elindítottam a F1-et, akkor azt vettem észre, hát mondom, basszus, menjünk egy kört, Mirage Sporton ugye a brit nagydíj fog következni, és hát mondom, menjünk akkor ott. Szépen bepattantam Bottasnak az autójába, ugye a középső nevemhez hűen, ugye Wingman, ez az, legyünk hagyományőrzőek. És egészen pontosan az történt, hogy ja, hát természetesen ugye full grafikára beállítottam a játékot, hogy egy kicsikét nagyzóhassak mindenkinél. És mit ad Isten, ahogy, hát tudjátok nagyon jól, hogy aki szerintem ott volt akár egy élőadáson, és aki végignézte az F1-es élőadást, egy F1-es élőadást, akkor azt láthatta pontosan, hogy amikor a versenystratégiát szoktuk beállítani, akkor ott azért szokott lag lenni szépen. Még egyszer mondom, full grafikán indítottam el a játékot, élsimítás, tökömbök, minden, tehát tényleg ez full volt. Ami létezett, az fölpöcköltem, és így állok a rajtrácson, és így mondom, megy az OBS, vagy valami, hello, mert kicsikét sok volt az FPS egészen pont. Nem úgy sok volt, mert le volt korlátozva, ugye 60-ra, annál több meg mi a francnak, nekem legalábbis nem kell. Úgyhogy hát egy kicsikét körbe kellett néznem, miután szembesültem azzal, hogy bizony-bizony
fut a stream, és egészen pontosan, zökkenőmentesen, full grafikán, hát én konkrétan dobtam egy bukfencet, aztán egy szaltót. Ígérem, tényleg most már annyit mondogatom a szaltót, hogy most már illene megtanulnom szaltozni, mert azért valamivel a csajozási technikáimnak a repertoárját azért jó lenne bővíteni a betyár mindenségét. Túl hosszúra se szeretném nyújtani viszont ezt a hihetetlenül minőségi videót. Nagyon oda tettem magam most tényleg. Mögöttem, tehát láthatjátok, most szaladtam el a piacra, hogy vegyek egy képkeretet. Hát hozzá képet ugye nem találtam. Ez egyébként nem fogjátok elhinni, most viccet félretéve. Majd, hogy nem egy éve van így. És úgy megtetszett, hogy basszus, maradjon így, betyárgát. Csak ha az éles szeműek szerintem biztosan kiszúrták azt, hogy ez honnan való. Ha meg nem, akkor nem, de teljesen mindegy. Aki nem tudja, nyugodtan kérdezze meg, írja le a komment szekcióba, és akkor majd oda válaszolok, hogyha főleg, hogyha sok lájkot kap az a hozzászólás, mert ahogy említettem, minőségi tartalmat szeretnék. Úgyhogy egy ilyen videókártyával, még hogyha most nem is azzal veszem fel ezt a videót, szerintem ez zökkenőmentesen menni fog. Remélhetőleg hang és képpel nem lesz most semmiféle gond. Itt vagyok éppen kint a konyhába. Gyorsan mindent ledaráltam. És kacok, egy nagyon fontos dolog még van. Vagy lehet, hogy több is. Szeretnék... Az túlzás, mert egyelőre csak ötletelek rajta, hogy legyenek-e a jövőben hasonló videós tartalmak. Természetesen nagyon minőségi tartalom lenne az is, ahogy ez a mostani kis felhevült próbálkozásom, és egyben örömöm megosztása veletek, és egyben köszönetemnek a kifejezése felétek, amit hihetetlenül minőségi tartalmakkal szeretnék természetesen megköszönni, és minél több vágatlan tartalommal természetesen, mert attól lesz igazán a minőség csúcsa, igazából akkor fogjuk azt elérni. Szóval srácok, egy nagyon fontos kérdésem van felétek, ezt mindenféleképpen írjátok le a komment szekcióba, hogy szerintetek legyen-e hasonló minőségi tartalom. Ezt a szót annyiszor elmondom most már ebben a videóban, hogy ezt a csatornát, vagy akár ezt a videót szerintem lehet, hogy a YouTube föl fogja rakni majd a felkapott videók közé, mert annyiszor nézőkbe, belétek súlykolom azt, hogy minőség, hogy már lassan én is kezdem elhinni, hogy ez tényleg hihetetlenül minőségi tartalom. Hölgyek, urak! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Úgyhogy mindenképpen írjátok le, hogyha szeretnétek hasonló videókat. Természetesen. Mondtam az előbb, hogy minőségi? Mondom még egyszer. Minőségi videót. Akkor nyugodtan írjátok le komment szekcióba. Ez nagyon fontos, mert onnan fogom ezt tudni. Nem fogok létrehozni ezzel kapcsolatosan szavazást, és a többi, és a többi. Hanem ezt most egy szimpla kérdés. Az is nagyon nagyszerű, hogyha valaki leírja a komment szekcióba, és mondjuk te esetleg tartózkodni szeretnél, mert van, aki nem szeret kommentelni, én sem szeretek kommentelni sehova. Mert annyi videót szoktam én amúgy megnézni, hogy ez valami elképesztő. Tehát most is nem is tudom, hogy a fenébe tudtam erre a videóra időt szakítani. Döbbenetes, hogy őszinte legyek. Úgyhogy kacok, tényleg... Én most búcsúzom, körülbelül hány óra van? 2:45, azt mondja, hogy hú, hát egy ilyen legkésőbb 4 órára szerintem jövök majd egy csodálatos, valószínűleg F1-gyel, srácok, bár lehet, hogy nem mondok semmit, semmi, F1 lesz, ez 100%-osan mondhatom biztosan. Kacok, hogy maradjon ez a videó hihetetlenül minőségi, és megkapjuk rá az 5 Michelin csillagot, de lehet, hogy majd általunk azért
nekünk köszönhetően bevezetnek esetleg többet is. Én nem szeretném tovább forszírozni, nem szeretnék több témát belevonni ebbe a videóba. Egy a lényeg, srácok, hihetetlen nagy köszönetem nektek, tényleg, ezt most viccen kívül és őszintén mondom, hogy nélkületek ezek a dolgok nem jöttek volna létre, és ez valami szenzációs dolog, hogy ezt így együtt elértük. És igazából az a célom mindenféleképpen, hogy megyünk előre, még több minőségi tartalommal, és még több iróniával megyünk előre fele. Úgyhogy, kacok, nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és komment szekciót használjátok, majd legyetek oly szívesek. Hamarosan találkozunk. Sziasztok, hello!